Most következzék két úri ember, akiknek sikerült már egy kimitudon 93-ban második helyen végezniük. Lássuk itt, mire jutnak a színpadon a méhkerék táncosai, Gombos János rendőrzászlós és Márk Róbert rendőr pörtözsörmester. Isten hozott benneteket, szervusztok! Méhkeréken írróvá kisebbség? Igen. Vagy elvileg, vagy... Nem, gyakorlatilag is. Gyakorlatilag is. Akik románul beszélnek a mai napig, van román iskola is például? Igen. Két nyelviskola. Mi is úgy beszélünk, tehát mi is. Ti tudtok románul? Természetesen. Hú, na hát akkor bravo, bravo és nagyszerű. És egyáltalán mit látunk tőletek? Még eléggé legényes tapsos. Kérem tisztelettel, tessék parancsolni! Kéréki román tánc. Rábai Miklós, kérjük ugyebár jeles tánctörténészünket az autentikus értékelésre. Nagy szívvel engedéssel néztem ezt a produkciót. A csapások száma az meghaladta 17,8-et. Hiányzott az, amikor a lippentősült, hogy a csattanásnál úgy oldalra ugrani, hogy mire visszaállnak, már nem tudom, hogy hol tartok. De profi munka, és hát látszik a közös gyakorlás, és hát ez profi szint már. Tehát. Zsuzsa! Nagyon tehetségesek, én megmondom őszintén, én nem azért elfogult vagyok, mert félig oda tartozom, de ez a ma esti műsoruk egytől egyik kiváló a maguk nevébe, és utána tudom, hogy ők mit dolgoznak mellette. Ez fantasztikus, hogy ők így táncolnak, ugye, hogy így brékel a gyerek, hogy te így emelsz. Ez őrületes, hogy tudják ezt a munkájuk mellett még csinálni, hát minden elismerés.